A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A Palotavárosba utazunk, ma jó napot kívánok, vendégem pedig nem más, mint a terület önkormányzati képviselője, Víza Attila. A 8-as választókerületről van szó, és Palotaváros északi részéről. Így van. Két iskola is van ott, szerintem kezdjük akkor az intézmény felújításokkal, hiszen nem régiben fejeződött be. Mi történt az István Király Általános Iskolában, és mi a Vasvári Pál Általános Iskolában? Így van. Hát hosszú idők után végre sikerült mindenféle közbeszerzés bonyodalmak után elérnünk azt, hogy az István Király Általános Iskolában ugye a szociális blokkok lettek felújítva teljesen, tehát most már a gyerekek a WC-ket, mosdókat mai körülmények között, modern körülmények fogadják őket, tudják használni, illetve hát ugye tavaly elkészültünk az udvarral. Ez egy térköves udvar lett, és hát az iskola 35 éves fennállását már mondhatjuk, hogy szép környezetben ünnepelhettük. A Vasvári Pál Általános Iskolánál ugyanilyen szociális blokkfelújítást végeztünk. Az ott lévő gyerekeknek a életminőség vagy a munkakörülményeit javítva, illetve ott egy hosszú idő óta tartozásként fennálló tornaterem tetőszigetelését teljes egészében meg tudtuk újítani, és így reményeink szerint nem fog már beázni. Vannak még ilyen problémás területek, de nyilván, ahogy a költségvetés enged, illetve tudjuk alakítani a dolgokat, akkor ezekre is sor fog kerülni, és minél hamarabb rendezzük. Hogyha Palotaváros egészét nézzük, közlekedés tekintetében nagyon sok dolog történt az elmúlt időszakban. Parkolók, körforgalmak, járdák, mi minden újulhatott meg az elmúlt időszakban? Mi van esetleg jelenleg folyamatban? Így van. Hát örömmel számolhatok be, hogy a Halász utca, Kelemen Béla úton is elkészült a körforgalom. Az ott élők elmondása szerint beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Az autós forgalom nem torlódik fel, illetve mindig hangsúlyozom, mert nagyon lényeges, hogy az ott élő gyalogos forgalom ezáltal könnyebb lesz, hiszen minden körforgalom betorkoló szakaszánál zebrát tudunk, illetve gyalogos átkelőhelyet tudunk biztosítani. Ez megkönnyíti az átkelést, és őszintén valamennyire lassítja is az átmenő forgalmat Palotavárosban. Az ott élők ennek örültek, úgyhogy mondhatom, hogy tovább folytatjuk, nyilván ez a költségvetés helyzetén fog múlni. Fontos, hiszen tényleg az ott élőknek az egyik legnagyobb problémája, hogy a Kelemen Béla úton nem tud átközlekedni gyalog, mert akkor az autós forgalom. Ezt most már mondhatom bizonyítottan is, illetve kérdőjék alapján visszacsatolva, hogy beváltja a hozzáfűzött reményeket, és élhetőbbé teszi Palotavárost. És ilyen élhetőbbé tevő Palotavároshoz kötődő intézkedések is elhangoztak. Például a Horog utca 2 és 8 előtt a járda kapcsolatot újítottuk meg a lépcsőházakkal. Teljesen korszerű, akadálymentes, mai kornak megfelel. Ezen a területen még egy régi, feltöredezett betonos parkoló lesz felújítva, illetve egy kicsit beljebb jönk a város fele, akkor a Csapó utcánál, ott az Interspár környékén, elnézést, hogy kimondtam az áruház nevét, ott szintén járda felújítást végeztünk a Csapó és a Bátkit átkötő úton. Szélesebb lett, nem járdalapos, töredezett járdalapos, hanem az egészet járdaszegélyes aszfalt járdára cseréltük, illetve ezeknek a bekötéseit megoldottuk úgy, hogy az átkelés ott is láthatóbb legyen és biztonságosabb. Illetve ilyen apró munkák voltak, most még talán a Jankovics utcát említeném, ahol szintén egy régi dolog volt, ahol egy autókihajtó okozott problémát az ott élőknek,
most már mondhatom azt is, hogy örömmel használják, és nem okoz problémát sem az autóknak, sem a gyalogosoknak. Lehet mindenre megoldást találni, hogy a lakók, az átmenő forgalom, a gyalogosok, kerékpárosok, autósok is megtalálják át számításukat, mivel? Hát prioritást kell állítani, elsők a lakók, aztán mondhatom, hogy a kerékpárosok, és aztán az autósok. Nyilván az autósokat is ketté választhatjuk, hiszen van, aki csak átrobog Palotavároson, illetve azok, akik ott élnek. Akik ott élnek, viszont nekik ugye a parkolóhely az, ami soha nem elég. Hát rossz irányban nagyjából eljutottunk Palotavárosba azokra a Fokhíjas vagy egyéb olyan területek, ahova parkolót lehetne varázsolni, úgyhogy nem tudom a palotavárosiakat ezzel biztatni, hogy új parkolók lesznek. Azokat kell használnunk, amik vannak, illetve amik vannak, azokat pedig felújítjuk és megpróbáljuk az esetleg ott parkoltató autókat ideiglenesen, tehát nem az ott élők parkoltatnak ott autókat, hanem mások ott teszik le, hiszen Palotaváros az egyetlen talán, hát nem az egyetlen, de Palotaváros északban ugye nincs fizető parkoló rendszer, emiatt azt azért sokan ki is használják. Az ott élők kedvelik, hiszen bár sokszor megkeresnek, hogy vonjunk be utcákat és körzeteket, vagy köröket a parkolóövezeti rendszerbe, mert nem tudnak parkolni, de hát ugye miután végig tárgyaljuk a dolgot, hogy ez este 6 óra után nem tudnak parkolni, akkor ugye megoldódni látszik a dolog, hiszen este 6 után hiába van fizető parkolórendszer, akkor már nem működik, tehát ezt a problémát nem oldja meg. Erre valami komplexebb megoldást kellene találnunk. Itt a mondat vagy a kérdés elején elhangzott, hogy mennyire komplexek ezek az ügyek. Hát nagyon. De én azt gondolom, hogy kellő társadalmi párbeszéddel, vagy utcafórumokkal ezek a, hát nem is nézeteltérések, hanem érdekkülönbségeket össze lehet fésülni, és akkor mindenki megelégedésére valóban egy élhető Palotaváros születik, illetve hát fejlődik. Ezt azért lehet látni, hogy valóban, akik frissen költöztek oda, nyilván az ember látja rajtuk azt az újdonság erejét, hogy ők, nekik ez a természetes, ami most van, és akkor jönnek az igényekkel. Ez is természetes, de a lényeg, hogy az ingatlan árak növekednek Palotavárosban. Én azt gondolom, hogy talán az egyik legszebb városrész, és hát remélem, hogy most már csak olyan életminőségjavító beruházásokat kell, és majd tudunk csinálni, amelyek tényleg az ott élőknek a mindennapjait segítik. Melyek most az égető kérdések a parkoláson túl, amelyekkel a lakók megkeresik a képviselőt? Nem tudom, hogy esetleg padok, illetve az éjszakai randalírozások kapcsán jutott-e előre? Hát randalírozásról nem beszélnék. Hangoskodás és közterületen való italozásról kapunk információkat, illetve olyan kis boltok, amelyek mondjuk egy társasház aljában üzemelnek, ott bizony kialakulnak egyfajta ilyen talponállók, és itt valóban nehéz megtalálni a párbeszédre a hajlandóságot, mert nyilván az ott lakókat zavarja a mindennapos zaj, dohány, füst, szemét, viszont a boltos meg ugye szeretne üzemelni, még gondolkodunk hogyan, de megpróbáljuk a teret úgy átalakítani, hogy a vásárlók, a bolt vásárlói ne közvetlenül a lakó közösségnek a lépcsőháza előtt csoportosuljon. Ez nehéz dolog, de reményeim szerint meg fogunk találni erre is egy jó megoldást. Enyhíteni mindenképp kell ezen a nyomáson, hisz onnan azért most elég sok bejelentés érkezik. Érdekes, pont a múlt héten volt egy köztisztasági munkát kellett elvégeztetni, hiszen ott a beszédes József télen valaki fehér neműket szórt szét a padokon, és ugye a sejtésünk az, hogy ez egyfajta jelzés volt azoknak, akik a padon ülnek, hogy ne üljenek oda, mert egyébként ők már ezzel nekik elégük van. Micsoda kis magánakció. Ezt gyanítom, mert egyébként hajléktalanokra idézőjel fogták a dolgot, de nem életszerű, hogy egy hajléktalan szétdobálja a dolgait. De ebből is látszik, rögtön szólnak
az ott élők, és gyorsan tudunk intézkedni, és én ezután is kérem őket, hogy abban a pillanatban, hogyha valami rendellenes vagy zavaró dolgot észlelnek, tapasztalnak, keressenek meg, és akkor intézkedünk, és megpróbáljuk egyébként a valódi okokat feltárni és megoldani azokat. Mi lehet az út, amin Palotaváros északi részének jövője mehet tovább, melyek a távlati, akár a közeljövő, akár a távlati célok a fejlesztéssel kapcsolatban? Hát azt gondolom, hogy a palotavárosi tavak fejlesztése az betöltötte hozzá fűzött reményeket, és nagy népszerűségnek örvend. Ezeket a helyeket, vagy ezt a környezetet lehet még egyébként finomítani, mert azért mindig van újabb-újabb ötlet. Most talán, bár ugye forrás nem találtunk rá, de fejben van a dolog. Például a petángosok szeretnék, hogy azt a helyet, amit ők ott kialakításra került nekik. Van ott két pályájuk is. Igen, viszont a világítás az elmaradt. És azért most már, hogyha jönnek a késő őszi esti órák, azért ott már sötét van. Ezzel megpróbálunk segíteni, csak hát nehéz. Mert ugye egyrészt uniós pályázatból elkészült fejlesztésre még ráfejleszteni mindenféle jogi dolog miatt akcióterületen nem lehet akciózni, úgymond, tehát amíg a pályázat tart, addig az nem igazán lehet hozzányúlni, de utána mindenképp szeretnénk ezeket az apró hiányosságokat, idézőjel mondom, inkább azt mondanám, hogy igényeket is teljesíteni. Mikor jár le a pályázat egyébként? Hát ugye ezt 19-ben adtuk át, hát még azért van egy kis idő, 24 környékén. Hát az már azért nem olyan sok. De az információkat gyűjtjük, tehát ha valakinek van ötlete, nyugodtan keressen, és megpróbáljuk azt megoldani tényleg mindenki javára. Vannak extra kérések, amik nyilván nem a közösség célját szolgálják, ezeket azért nem mondom, hogy figyelmen kívül hagyjuk, csak a megfelelő súlyával kezeljük, de általában a megkeresések azok valóban közösségi célt szolgálnak, tehát nem egy-két olyan dolog van, de az inkább magánjellegű, de annak is a végére tudunk járni, és abba is tudunk megoldást adni, csak mondjuk nem költségvetési pénzekből. Mi a tapasztalat egyébként, hogy a Palotavárosban élők mennyire a közösség részei, mennyire élnek azzal a lehetőséggel, hogy felvegyék a kapcsolatot, akár a városvezetéssel, önkormányzati képviselővel, mennyire élnek társadalmi életet ilyen szempontból, és veszik ki a részüket a városrész fejlesztéséből? Hát itt azért meg kell állnunk egy pillanatra, ugye a közösségfejlesztés. Ugye a Palotavárosnak a hagyományos halünnepi programja, az most sajnos idén elmaradt, pont a költségvetési fegyelem miatt, és de viszont jövőre megtartjuk. Ott én azt tapasztaltam, hogy nagyon kedvelik a helyet, magát a rendezvényt is, hiszen egy gasztrorendezvény, nem olyan széles társadalmi rétegeket mozgat meg, mint mondjuk egy lecsó, mert ugye azt mindenki tud főzni, de jó csak az, aki nyer. Itt halászlével hallal lehet indulni. Szeretik és jönnek és igénylik is. És hát a park az erre lett kitalálva igazából, a rendezvénytér. Úgyhogy én azon vagyok, hogy minél több, nyilván a helyi ott élőket minél kisebb zavarással, de mégiscsak közösségi programokat tudjunk szervezni. Igénylik, én azt gondolom. És akkor nagy valószínűséggel jövőre ez már meg lehet rendezni. Így van, azon vagyunk, hogy ez jövőre újra régi fényébe megrendezésre kerüljön, és reméljük egy kicsit talán később lesz, tehát hogy az időjárás ne tegye kockára. Ugye tavaly előtt kicsit megáztunk, de az is jó hangulatú volt, csak hát nem teljesen önfeledett az ember, amikor mondjuk bőri gázban megy haza az esőtől. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk a stúdióba, és mindezt elmondta. Kedves nézőink, köszönöm a figyelmet, hogyha tehetik, akkor tartsanak továbbra is velünk. Viszontlátásra! Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.